több hektáron lángolt a Körmendi úti hulladékudvar. A tűzoltók szerda este 8-kor lakossági bejelentésre vonultak a helyszínre. Kiderült, a felhalmozott zöld hulladék gyulladt meg. A szombathelyeken kívül más vasi hivatásos és önkormányzati, valamint önkéntes tűzoltók és a szomszédos megyékből érkező egységek is bekapcsolódtak az oltásba. Ez azt jelentette, hogy mintegy 15 tűzoltógépjárművel, 5 visszaállítóval, mintegy 90 ember végezte az oltási munkálatokat ezen a telephelyen a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. A lakosság védelme érdekében pedig a katasztrófavédelmi mobil labor is leriasztásra került. A területen csak a zöld hulladék égett, így egészségre káros, mérgező anyag nem került a levegőbe. Szombathely polgármestere az éjszaka személyesen adott helyzetjelentést a tűzről. Itt vagyunk ezen a területen, állították meg, az azt jelenti, innen nem tud tovább terjedni a város felé. Szerencsénk van a széljárással is. A városvezetők a nagy kiterjedésű tűzzel órákig küzdő tűzoltókat ivóvízzel látták el. A hatalmas lángokat szinte egész Szombathelyen látni lehetett. Beindult a katasztrófa turizmus. A közeli bevásárlóközpont parkolójában 300 autó állt, családok is érkeztek. Az érdeklődők még a tűzoltók közlekedését is akadályozták. A kijárási korlátozással kapcsolatos tömeges szabályszegésről az operatív törzs sajtótájékoztatóján is szó esett. Rendőreink a bevásárlóközpontnak a parkolóját kiürítették, és több száz ember tapasztaltak, hogy ahogy vonultak el, a környező utcákon még megbénították a forgalmat is. A tűzoltók csütörtökön délelőtt is dolgoztak még a szeméttelepen. A parázsló kupacokból időről időre felbukkantak a lángok. A füst most délfele, tehát a város fele megy, ami nyilván nem szerencsés, de az oltás szempontjából meg szerencsés volt, hogy nem az erősebb északi szél volt tegnap, és ezért el tudták oltani a tüzet. Nagyon sokan segítettek ebbe, szombathelyi cégek is, akik hoztak földet egyébként, vagy mondjuk a Falkógyár, aki egy olyan gépet bocsátott rendelkezésre, amelyik ezt a óriási nyomvonalat kialakította, és itt lehetett megfogni a tüzet. Az ötös fokozatú tűzben személyisérülés nem történt, a tűz keletkezésének helyét, idejét és okát vizsgálják, ez akár több hétig is eltarthat. Néhány hetes szünet után ismét kinyitott a termelői piac. Korábban az MMIK előtt várták a vásárlókat, most a Kőszegi utcában. Biciklivel érkezett a főtérre Jutka, aki már a kezdetektől jár erre a piacra. Most angol szalonnát és kolbászt keresett. Én ősvásárló vagyok gyakorlatilag az MMIK-nál, amikor megnyílott annak idején, azóta járok már a termelői piacra. Nagyon szeretjük az itteni készítményeket, elsősorban a jákiaknak a termékeit, és nagyon hiányzott most ebbe pár hétben, hogy nem tudtunk igazi házias dolgokat enni. A hentes és füstölt áru kelendő ennél a pultnál. Itt az új termelői piacon is úgy néz ki, hogy azért visszajöttek a régi törzsvásárlók. Egy műemlék épület udvarán szervezték meg a piacot. Termelői villámvásárnak neveztük, hiszen jóval rövidebb, és kicsit meg akartuk különböztetni a piactól, és jó pár olyan intézkedést foganatosítottunk, ami a járványügyi helyzetre való tekintettel lehetővé teszi a biztonságos vásárlást. Belépéskor kézfertőtlenítéssel fogadják a vásárlókat. A gumikesztyű és a maszk viselése is kötelező az eladóknak. Továbbá a haladást egyirányosították a területen. A standoknál immunerősítőket is találunk, de a járványhelyzetben a mézet is sokan viszik. Többfajta mézet árusítunk, a repceméztől egészen a harmatmézig vagy az erdei mézig. Mindenfajta méznek ugye megvannak a jellemző tulajdonságai, egészségre jótékony hatásai. Jövő héten már biózöldségpalántákat is lehet kapni a termelői villámvásáron. Csütörtökönként 11 és 13 óra között várják a vásárlókat. A szervezők azt kérik, hogy aki teheti, előre adja le a rendelését, így gyorsabb és könnyebb is a vásárlás.
A kertészeteket is érzékenyen érinti a koronavírus járvány okozta helyzet. A vásárlókedv csak az utóbbi két hét melegebb időjárásának köszönhetően élénkült meg. Hát sajnos, mint minden ágazat, azért itt is egyre kevesebb a vevőnk. Ez az utóbbi időben azért nagyon meglátszott, főleg amíg rossz idő volt. Most szerencsére megérkezett az igazi tavasz, így azért fellendült a forgalmunk, de még mindig nem az az igazi nagy szezon, amire vágytunk régóta. A kertészek az eladások csökkenésével számolnak, de azt még nem tudják, mennyi lehet a veszteségük. Kora tavasz időszakban az árvácskából ott észrevehető volt a visszaesés, tehát ott nem volt akkora volumenű vásárlás, mint az eddigi évek alapján, de a jelenlegi helyzetben, tehát így még az egynyári növények, illetve a következő növényekről még nem tudok pontos adatot mondani. Ebben az időszakban is fontos a környezetünk díszítése, ezt már Sámson István, az egyik Herényi kertészet tulajdonosa mondja, aki bízik abban, ha a jó idő tartóssá válik, megélénkülhet a forgalom. Számítunk arra, hogy visszaesés következik be, mivel egyrészt a kijárási korlátozások miatt az emberek meggondolják azt, hogy hova mennek, minden korosztály meggondolja. Másrészt pedig azért, mert a gazdasági viszonyok miatt mindenki úgy gondolkodik, hogy tartalékol, megpróbál ezt az időszakot túlélni, és nyilvánvaló, hogy elsősorban a fenntartáshoz szükséges dolgokat vásárolja meg. A környezetének a díszítésére lehet, hogy most egy kicsit kevesebbet ad. A bizonytalan helyzet átmeneti megoldásokra késztet több kertészetet is annak érdekében, hogy a munkaerőt megtarthassa. Ugye úgy volt, hogy be is leszünk zárva, és az helyzet, hogy itten sajnos az embereket el kellett, hogy küldjük ugye ilyen fizetetlen szabadságra, ide-oda-amoda, és most meg könyörgöm őket vissza, hát egyelőre napi bejelentéssel, de nem tudjuk, hogy mi fog történni. Segítség lehet, hogy a héten Nagy István agrárminiszter bejelentette, a dísznövénykertészetek is mentesülnek 2020. június végéig a munkavállalóik munkabére utáni közterhek megfizetése alól. A járvány a lehető legrosszabbkor, a legfontosabb értékesítési időszakában törte ketté a dísznövényekkel foglalkozó vállalkozások tevékenységét, ezért ezek a könnyítések őket is megilletik, a kormány álláspontja szerint rájuk is kiterjesztésre kerülnek. A járvány miatt elmaradt Herényi Virágút szervezői sem hagyják magukra a kertészeteket. A Herényi Kulturális és Sportegyesület online videósorozatot indított Kertészet nézőben címmel, amely felhívja a figyelmet az árudák munkájára és kínálatára. Újabb felsőoktatást érintő döntéseket hozott a kormány. Előrehozott érettségire nincsen lehetőség, csak a végzősök fognak érettségit tenni. Kizárólag írásbeli érettségi lesz az idei évben. Szóbeli érettségi csak annál a néhány tárgynál lehet, ahol egyébként írásbeli letételére eddig nem volt lehetőség. Az érettségik május 4-én kezdődnek meg. A vizsgázók létszáma egy helyiségben nem haladhatja majd meg a 10 főt, és úgy kell megszervezni az érettségik, az írásbeli érettségik lebonyolítását, hogy másfél méteres távolság az egyes személyek között az érettségi megírása során biztosított legyen. Szintén az OK és képzéseknél is a szakmai vizsgák lebonyolítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítani fogja. Itt is elsősorban írásban fog a vizsgákra sor kerülni, ott, ahol erre lehetőség van. A tanárképzésben a pályaalkalmassági vizsga helyett elegendő lesz a felvételiző motivációs levele. A tanítószakra jelentkezőknél pedig egy írásbeli nyilatkozat arról, hogy a leendő hallgatónak nincs olyan betegsége, ami akadályozná tanulmányait. A záróvizsgákon is kerülni kell a személyes érintkezést, és elegendő kétfős bizottságot felállítani. A megváltozott feltételekről a felvi.hu honlapon lehet tájékozódni.
Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. A szombathelyi gettót 1944. július 3-án ürítették ki. A zsidókat a Mayer gépgyárba terelték, és onnan indították útnak őket a halál- és munkatáborokba. Források szerint 2426 embert vittek el, közülük mindössze 178-an tértek haza. Az elhurcolt gyermekek közül 613 vesztette életét. Felhívást tett közzé a Szent Márton Köpenye Alapítvány, autóval rendelkező önkéntesek jelentkezését várják, akik segítenének hétvégi ebédszállításban. Az alapítvány a veszélyhelyzetben rászoruló családokat támogat, hogy szombaton és vasárnap is jusson meleg étel az asztalra. A közétkeztetésnek köszönhetően a gyerekek hétköznap megkapják a meleg ételüket, de bizony a hétvége óriási problémát jelent. Az Egyházmegyei Karitász, illetve a Máltai Szeretetszolgálat szombathelyi csoportja. Az ő listájuk alapján kezdtünk el dolgozni, illetőleg fölkerestünk általános iskolákat is. A pedagógusok segítségét kértük, hiszen hát ők pontosan tudják, hogy kik az intézményükben azok a családok, akik bizony sokszor nem is jelzik, hogy problémájuk van, segítségre volna szükségük. A támogatóknak köszönhetően ezen a hétvégén mintegy 150 adag ételt vihetnek házhoz a futárok. Sterc Gellért egyike azoknak az önkénteseknek, akik vállalták ezt a feladatot. Most szerintem mindenkinek egy nagyon nehéz helyzet, és ilyenkor a legtöbbet azt azzal tudjuk tenni, hogy segítünk másoknak, és megpróbáljuk valahogy együtt átvészelni. Nekem van időm, van autóm, és ez pont olyan lehetőség, amiben tudok segíteni. Egyelőre négyen vagyunk, futárok, mindenkinek van egy listája, telefonszámmal, előtte oda csergetünk, oda megyünk, és ott általában a gyerekek várnak minket, és nekik adjuk át az ebédet. Az alapítványt a szombathelyi egyházmegye hozta létre, tevékenységét anyagi hozzájárulással és önkéntesek támogatók toborzásával is segíti. Az ételeket a Brenner iskola konyháján főzik. A Szent Márton Köpenye Alapítvány Szent Márton nyomában az ő lelkesedésével és nagy lelkűségével próbál a legszegényebbeknek, a rászorulóknak segíteni. Most a járvány idején pontosan azoknak a családoknak, ahol gond az élelmiszer, a napi túlélés, akiknek nincsenek tartalékaik. A Martinus Gastro készíti az ebédeket nagyon jutányos áron, és nagyon ízletes és bőséges adagokat készít nekik. Az önkéntesek jelentkezését a képernyőn látható elérhetőségeken, az adományokat pedig számlaszámra, ebéd a rászorulók asztalára megjelöléssel várják. Ezek a fejpántok egy műanyag arcvédőmasznak az elemei. Az Oladiszak gimnáziumban készültek. Elsősorban a szociális szektorban dolgozóknak akar segíteni a járványhelyzetben az iskola. A női ruhakészítő szakmában tanuló felnőtt oktatásban résztvevőkkel és a szakoktatói közreműködésével 250 darab maszkot készítettek, amiket a FÉHE szociális munkásai és a szakosított szociális intézmény és tagintézményei részére adtunk át. Az Oladi Középiskola laborjában 4 gép dolgozott. Így készítették el az eszközt. Rendelkezik az iskolánk a GINOP 623 program keretében létrehozott digitális közösségi alkotóműhelyel. Ebben többféle gép is található, amivel most szeretnénk bemutatkozni, ezek a 3D-s nyomtatók. Ez a műanyag állarc nem helyettesíti a maszkot, a kézmosást, a fertőtlenítést. Levegőt nem szűri, hanem inkább a cseppfertőzést, a folyadékokat, a váladékok szervezetbe jutását akadályozza meg. És hát mutatom, hogy ez igazából egy plusz védő felszerelés, tehát már maga a védő felszerelés fölé húzzák fel. Elsősorban a veszélyeztetett helyzetben dolgozóknak szánják a felszerelést. Egy-egy pánt nyomtatása több órát vesz igénybe. A pajzsok alapvetően több részből állnak, 3D nyomtatással a pánt készül el, amit itt látnak a kezemben. Ehhez a pánthoz még néhány alkatrész, egész pontosan 3 darab alkatrész csatlakozik. Egy puhas, illetve a viselést könnyítő betét, amit öntapadó módon ragasztunk fel. Erre történik egy víztiszta 180 mikron vastagságú fóliának a felpattintása, ami cserélhető csereszabatosan, és végül a hordást biztosító gumiszalag.
amint egy 300 speciális állarcot a napokban juttatták el a szociális és egészségügyi szférában dolgozókhoz. Negyvenhárom évesen befejezte profi pályafutását a Szombathelyi Haladás egykori gólvágója, Kenesei Krisztián. A 30-szoros magyar válogatott csatár, aki az NB3-as Komáromból vonult vissza, örökre beírta magát a Hali történelem könyvébe, hiszen 13 góljával kulcsszerepet vállalt abban, hogy a zöldfehérek 2009-ben bronzérmet nyertek az NB1-ben, és indulhattak az Európa Liga selejtezőiben. Nagyon jó emlékeim vannak, szuper volt. Nem, amikor 2008-ban odaigazoltam. Ott a városban, amikor kijött 15 ezer ember, és együtt ünnepeltük a harmadik helyet, ez nagyszerű élmény volt. Hát nyilván meg az UEFA kupám olyan, hogy Európa Ligában játszani, tehát azért nagyon-nagyon sok emlékezetes meccs találtam mögött Haladás meccsben. Könnyen lehet, hogy Kenesei a nyártól visszatér Szombathelyre, igaz már nem játékosként, hanem edzőként segíthet. Beszélgettem a vezetőkkel már erről, hogy esetleg segítsek ott az Éles Akadémián, vagy a felnőtt csapatnál, nem zárkózom el tőle, de én azt is elmondtam mindig, hogy nyilván nekem az MTK-nál van egy biztos állásom, amit ahol nagyon szeretnek, ugyanúgy nyilván olyan nevelő egyesületem, úgyhogy ezt nem szeretném abszolút felrúgni. Ha a kettő tud működni együtt, akkor az nagyon jó lenne. Kenesei Krisztián 2008 és 2013 között 100 tétmérkőzésen 48 gólt szerzett a Haladás színeiben.